teljesen köszönteni a püspök urat, tojásnácsa épp hol van, és templomunkba is jár, de ott prédikál először, hogyha jól tudom. Ezért nagyon röviden így, mikor meg is szólalt a harangszó, szeretném köszönteni kedves főtisztelendő asszonnyal együtt. Isten hozta Csehét falvára, áldott szolgálatot kívánok mára is, és azt kívánom, hogy a Jóisten áldása legyen mindenkori szolgálatán, szolgálatukon, és adja Jóisten, hogy így közösen is tudjuk szolgálni ezt az ügyet, aminek a szolgálatába elszegődtünk. Jóisten áldja meg, és áldja meg ezt a mai napot is, legyen rajta az Isten áldása. Köszönöm szépen, nagyon szóval áldozom. Örömmel érkezünk ide, és hát annyit el kell mondanom, hogy ahányszor idejövök, mindig valami olyan különös erőt érzek, olyan töltekezést, ami tökéletesen talál ahhoz, ami a nevennek a központnak, a hagyományból kisarjadzó jövő. Úgyhogy ezt áldja meg a Jóisten, és adjon erőt. Köszönjük szépen, és akkor egyúttal köszöntöm elnök urat is körünkben, és köszöntöm a Nemzeti Ivókupa tagjait és Magyarországa kolozsvári főkonzulját. Isten hozta mindannyiukat, mindannyiunknak közös eredménye ez az álom, amit megvalósult, és én hiszem azt, hogy Isten gondviselés és áldása van ezen a, ezen a mindenkori munkán, és azon a szolgálaton, amit mindannyian közösen folytatunk. Imádkozzunk azért, hogy így legyen ez továbbra is. És akkor menj meg éljünk a szentjét. Jó Isten áldja, polgármester, hogy van? Jól van. Örökkévaló Istenünk, magviselő, szerető édesatyánk, hálatelt szívvel és hálatelt lélekkel léptük át ennek az ősi hajléknak a küszöbét Istennek. Ezen a szentséges ünnepet, amikor itt vagyunk, a Te ölelésedben. Itt vagyunk együtt. Mindazok, akik előttünk jártak, akiknek kezemmunkája, kezevonása itt van e falakban, akiknek imádsága két évszázadon át betöltötte a teret. Itt vagyunk térből, különböző koordinátákból, hazavágyók, hazaérkezők, és itt vannak velünk ők is, akik várják, hogy a jövendőből a szerelmünk, szeretetünk meghívja őket a létezésbe, a holnap gyermekére. A Te idődben, Istenünk, ahol nincs múlt, jelen és jövő, csak a létezés gyönyörű csodája, egyidejűsége a Te szentséges idődben és akaratodban. Hát így emeltetünk fel hozzád most, ez ünnepi pillanatban. Így érezzük, hogy megérint a Te jelenléted,
hogy felébreszt ez az ünnep és rádöbbent létezésünk igazi csodájára. Arra a magaslatra emel, ahol a hozzád örökösen kérő, könyörgő, fohászkodó, követelőző gyermeket hálát tud adni. Ne tudjon köszönni neked, Istenem, a te végtelen szeretetedet, ajándékaidat. Észre tud venni gyermeket, hogy ott vagy élete minden pillanatában. Akkor is, amikor nem veszünk észre téged. Akkor is, amikor látszólag homlokráncolósan intézzük mindennapi bajainkat, amikor talán sokszor a reménytelenség is hatalmába kerítene, akkor is ott vagy. Akkor is, amikor a látszólag súlyos veszteségeket éljük meg, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy átok üldöz, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy hátat fordítasz, hogy elhagytál, akkor is ott vagy. És műveled a csodát, a te végtelen, teremtő csodádat, mely újból és újból bizonyítja, hogy aki téged szeret, annak minden javára van. Aki felé tud fordulni, annak minden megpróbáltatás, minden kereszt, úgy, ahogy ott egykor a Golgotai kereszt is, diadallá és győzelemmé tud változni. Istenünk, így tekintünk történelmünkre. Egyházunk, nemzetünk történelmére. És miközben sokszor a megpróbáltatások tolulnak figyelmünk előterébe, amikor egedre nézünk, mindig a háladás tölt el. Megőriztél. Megőriztél Európa malomkövei között búzaszemű nemzetként csodálatos módon éppen épp lélekkel, épp hittel, épp örökséggel. Megőrizted nemzetünk keretén belül kicsi egyházunkat, ezt a téged őszintén, hitelesen kereső közösséget, amelyben hisszük, hogy nem a miénk a legjobb, de a miénk is létjogosult. Úgy, ahogy a mezővirágai között minden színnek létjogosultsága van. Hisszük, hogy ez az út is, amelyen mi keresünk téged, úgy hiteles, ugyanolyan mértékben hiteles, ahogy azok a más útak, amelyeken mind felé igyekszünk, hogy megtaláljuk téged, megtaláljuk egymást, megtaláljuk önmagunkat, és végső soron megtaláljuk helyünket itt ebben a világban. Istenünk, hát így köszönjük meg, hogy ez a közösség nem csak megépítette templomait, templomát 200 évvel ezelőtt, hanem megőrizte, teleimádkozta, telelakta, hogy aztán ez a templom őrizze meg a közösséget. Köszönjük neked, hogy ma itt vagyunk, hazazarándoklók, itthonra találók, akik talán nem is tudtak erről a szentséges, szent helyről, de megtalálták a te vezetéseddel, itt vagyunk együtt a te ölelésedben. Hát állj meg ebben az ünneplésben, ebben a háladásban. Adj hitet, adj reménységet, adj bizakodást. Add, hogy higgyük el, és e hit jegyében tegyünk azért, hogy van holnap, van jövendő. Mindaddig, amíg összekulcsoljuk kezünket, amíg te vezérelsz bennünket. Így kérjük, hallgass meg, így jár meg ezt a hálaadó ünnepet és életünk minden hálaadó pillanatát. Lévenünk most és mindenki. Amen. És most jöjjetek testvéreim, mondjuk el közösen a Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a nevedet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket
add meg nekünk. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is nem bocsátunk az ellenvétkeinket. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindenre. Árnyékos se. Akkor megy? Most ezt is látják, hogy hogyan készülnek a videóink. Hát az igazság, hogy Kovács István unitárius püspök lelkesítő beszédét hallgathattam meg, és hiszem azt, hogy tényleg ez a 200 éves templom, amelyik itt van a nagy diófa mögött, Csehídfalván szolgálja a közösséget és a megmaradást. És hát én azt tudom mondani mindenki számára, hogy ezek a kis székely települések, ezek megőrzik a hagyományos értékeinket, és itt nem olyan messze ott láthatták a kezdetkor a hagyományos székely jövő központban találkozhattunk a püspökkel, illetve a miniszteri biztos úrral, főkonzulórral, és ezek a kis falvak meg tudják őrizni azt a lelkiséget, és akár perspektívát tudnak adni a fiataljaink számára, hogy itt, hogyha körbenézünk, látunk nagyon szépen már felújított házakot, de még vannak olyan házak, amelyek esetleg újításra, javításra szorulnak, és a megyei tanácsnak a kisfalu programja pont erről szól, hogy minthogy 50-100-150 ezer euró értékben egy fiatal család eladósítsa magát egy kis tömbház lakásért, lehet, hogy sokkal jobban megéri ide kiköltözni, hisz itt mindenki mindenkire odafigyel, jó a közösségi élet, ellátás működik, sőt, mint én bízom benne, itt nem olyan messze, ott van a domboldalon a Tarcsafalva, Tordátfalva útszakasz, annak is a javítását, legalább a járhatóság szintjének a nagyon komfortos átételében meg tudjuk valósítani, hogy a szakértői tanulmányok az újabbak elkészülnek. Ezek a helyek egy ideális helyek fiataljaink számára, fiatal családok számára. A fő üzenetem az, keressük meg a rokonságban azokat az épületeket, ingatlanokat, amelyek ilyen kis falvakban vannak, és gondolkodjunk azon, hogy nem-e lehetne tökéletesebb, szebb, biztonságosabb és tartalmasabb egy családnak az élete, a gyerekeinknek a felnevelése, ha egy ilyen kis székelyföldi faluban telepedünk haza-vissza, vagy ne talán vásárolunk ingatlan kívülről. Kérem, osszák meg ezt a videót. Minden jót!